Molnár fia, meg a vízi tündér. Volt egyszer egy vízi molnár, nagy gazda volt. Ökre, vagyona, gazdasága rengeteg. Egyre csak gazdagodott. Még egyszer aztán, hogy s miért, s miért nem, szerencsétlenség érte. Mindenféle vagyona elúszott. Megfordult a szerencséje. Mind szegényedett napról napra. Utoljára nagy adóssága lett. Már a malom nem tudott annyit hajtani, hogy ki tudja fizetni az adósságot. Nem jutott már semmi a háztartásra, erősen el volt keseredve. Elkeseredésében nem tudott aludni se, éjszaka nem jött álom a szemére. Hát egy hajnalban gondolta, kimegy a friss levegőre, hát ha aztán, ha visszamegy, legalább el tud aludni. Kiment, ott a malom körül járkált, les fel, búsult erősen, amikor egyszer csak hallott valami locsogást a vízben. Hát látta, hogy a vízben úgy hánykolódik a hab. Uram teremtő, mit látott? Egy gyönyörűséges, szép tündért. Dugta ki a fejét a vízből, s azt mondta neki a tündér. Ó, te szegény molnár, el vagy szegényedve, pedig te gazdag voltál. Sajnállak erősen, de kisegítelek egy feltétellel. Ha nekem adod azt, ami legdrágább a házadban, amit mikor kijöttél, nem is tudtál. Jaj, gondolta a molnár, hát hogy ne adná? Hát már mi lehet az olyan nagy érték ebben a szegény házban, hiszen nincsen neki már semmije, oda lett minden. Ígérte, a tündérnek adja, csak segítse meg. Na, megsegítlek. Ígéred? Ígérem. Ezzel a tündér visszadugta a fejét a vízbe, eltűnt. A molnár bement a malomba vissza. Mikor bement, hát azt mondja a felesége. Kedves férjem, nézzed, hogy míg oda jártál. Megszületett a gyermek. Van egy szép kisfiunk. Hely, a molnár elkeseredett. Ez már baj. Hát miért, hogy volna baj? Mondja az asszony. Hogy ne lenne baj, mikor néhogy jártam a tündérrel, a vízi tündérrel. Azt ígérte, segít rajtunk, ha neki ígérem, ami legdrágább a házamban, s ami még nem volt meg, amikor innét kimentem. Ez már igazán baj, azt mondja az asszony. Elkeseredtek erősen, most már mit tudnak csinálni? Búsultak erősen. Nem engedték a gyermeket kimenni a levegőre se, nehogy baj legyen. De mikor már növekedett a gyermek annyira, hogy ki tudott menni, akkor is állandóan óvták, hogy a parthoz közel ne menjen. Meg is mondták neki, hogy van ott a vízi tündér, az leselkedik rá, s berántja a vízbe, ha közel merészkedik. A gyermek a világért sem ment soha, még a kicsi patakhoz se közel. Nőtt, nőtt, egészen szép nagy lett már. Na hát, gondolták, a vízi tündér nem viszi el már most, most már nagy is, de hogy viszi el, nem viszi el. Akkor aztán kitanították a fiút vadászatra. Apja mesterségét nem folytathatta. Egy nagy vadászmesterhez odaadták, s lett belőle jó vadász valóban. Megnősült, elvette feleségül a vadászmester leányát. Történt egyszer, hogy az erdőben a vadakat kergette, s amint kergette, egy nyúl ugrott elé, kivezette a tisztásra oda, ahol folyt a patak a malomtóba. Futott a puskájával a nyúl után, s a tisztásnál egészen a partig futott, s ott aztán leterítette, egy lövéssel meglőtte. Olyan szép bundája volt a nyúlnak, gondolta meg is nyúzza, jó lesz majd a feleségének, csinál belőle meleg kesztyűt télire. Megnyúzta ott a tópartjánál. Mikor megnyúzta, véres lett a keze, a bicskája, s azokat a tóban meg akarta mosni. Belement a tóvizébe. És amikor mosta, egyszer csak a tótündére kibukkant, s berántotta magával a vadászt a vízbe. A felesége otthon várta, egyre várta. Várta,
nem ment haza. Hát mi lehet az oka, hogy nem megy? Az ura sokszor elmesélte, hogy hogyan leselkedik rá a tó tündére, mennyire kell óvakodnia, hogy ne menjen a vízhez, s hogy mennyire féltették a szülei. Eszébe jutott ez a feleségének, ment, kereste, hol lehet, hol lehet. Egyenesen lement a tó partjára. Ott megtalálta a tarisznyát és a puskát. Jaj, tudta azonnal, hogy elkapta a tó tündére. Keservesen sírt az asszony, úgyhogy nem is ment haza, egész éjjel ott sírt a tópartjánál. Egyszer aztán valahogy mégis jött egy kicsi álom a szemére, ahogy ott feküdve, sírva elaludt. Azt álmodta, hogy egy öreg asszony azt mondja neki, hogy mondja el az álmát, mindjárt segít rajta. Elbeszélte annak az öreg asszonynak az álmát, hogy mit álmodott, s az aztán adott neki jó tanácsot. Felébredt az asszony, eszébe jutott az álma. Hamar nézett erre-arra, s mindjárt látta azt a helyet, amit álmodott. Gondolta, elindul arra felé. Látott is egy házat, éppen olyat, mint álmában. Bement a házba, s látta ott az öreg asszonyt. Akkor aztán elkezdte mesélni az álmát. Jaj, azt mondja az öreg asszony, segítségért jöttél, ugye? Na megmondom én, mit csinálj. Elnyelte a tó tündére az uradat, de ne félj semmit, segítek. Nesze, ez itt a fésű, s menj vissza a tópartjára. Este, mikor feljön a holdvilág, kezdjél ott a tópartján fésülködni, s akkor aztán meglátod, hogy mi lesz. Elment a menyecske a tópartjára, s várta, várta, amíg este lett. Mikor feljött a teli holdvilág, szépen sütött, neki fogott fésülködni. Fésülődik, fésülődik, egyszer csak hallja a habok zúgását. Nézett a tó felé, hát kibukkant a vadásznak a feje, az urának. Jaj, lelkem uram, lelkem uram! De a vadász nem tudott reája felelni, csak intett, bólintgatott a fejével, de nem szólt semmit, s abban a habok el is sodorták vissza a mélybe. Elkezdett a menyecske sírni keservesen, búsult, hogy hát mit ért, ha csak a fejét látta, s nem jöhetett ki az ura. Visszament az öreg asszonyhoz, s elpanaszolta, hogy kijött a férje, a fejét meglátta, de szólni nem szólt semmit, csak bólintgatott, sírt keservesen. Nem baj, ne sírjál, édes lányom, mondja az öreg asszony, holnap este megint odamégy a tópartjához, adok neked egy furuját, s avval neki kezd el furujázni. Csak arra ügyelj, hogy akkor kezdj el furujázni, amikor a teli hold feljön. Mikor legszebben süt, akkor csak szépen fújjad a furujádat. Avval a menyecske visszament a tópartjára, vitte a furuját. Várta, várta, amíg a teli hold legszebben süt. Egyszer aztán szépen sütött a teli hold, neki fogott furujához, fújta a furuját. Hát a furuja így szólt. Gyere, rózsám, gyere már, mert a szívem téged vár. Hát mikor ezt elfújta a nótát, jöttek a habok, a hullámok, s egy pillanatra kibukkant a vadász egészen derékig a vízből, de most is csak integetett, hajolt felé a két kezével, ölelte volna, de ki nem tudott jönni. Jött egy másik hullám, s visszasodorta. Hely, az asszony keserves sírások között futott vissza a hegyre az öreg asszonyhoz. Na, lelkem, anyám asszony, láttam az uramat. Derékig egészen ki volt jőve, de nem szólott semmit, csak integetett a kezivel, s aztán jöttek a hullámok, s visszasodorták. Nem baj, fiam, azt mondja. Holnap este még egyet megpróbálsz. Hát, ha az aztán sikerülni fog. Na, hallgass csak jó reám. Itt van ez a guzsajos, ez az orsó. Vidd el a tópartjára, s fonnyad, fonnyad, amíg telifonod az orsót. Mind fonnyad, megállás nélkül. Mikor a telihold feljön, akkor is mind egyre fonnyál. Aztán meglátod a végén, hogy mi lesz. Úgy is csinált a menyecske. Visszament a tópartjára, neki fogott fonni.
mind fonta, fonta, amíg teli lett az orsó. Addigra feljött a holdvilág, szépen sütött. Font, font az asszony. Egyszer csak jöttek a habok, hullámzottak, de olyan erősen, hogy így még sose. Kibukkant az urának a feje, s kibukkant egészen. Ki is ugrott a vízből teljesen, odaugrott az asszony mellé, átölelték egymást. Kijött a tóból egy csomó víz is, s elborította őket, az asszonyt is, a vadászt is, úgy, ahogy ölelték egymást. Na, a víz, ahogy vitte őket, vitte erre, vitte arra. Ölelték egymást, amíg csak tudták, de a víz vitte, sodorta őket nagy erővel, tajtékzott, dühöngött. Egyszer aztán eleresztették egymást, már nem tudták tovább tartani. A víz aztán úgy kicsapott, egyik falu határától a másik falu határáig, hogy elsodorta őket egymástól, egyiket egyik faluba, a másikat a másik faluba, s nem találkoztak össze többet. A víz húzódott vissza, ők megmaradtak a szárazföldön, nem lett semmi bajuk, csak elváltak egymástól. Mikor aztán az asszony észrevette magát, egy faluban volt. A vadász egy másik faluban. Egyedül bolyongtak a világban. Mit évők legyenek, mit csináljanak? Beállottak pakulárnak. Jött éppen a tavasz, s fogadták a juhok mellé a juhászokat. Beállottak oda. Az asszony se kapott más állást, elvállalt ő is egy nyájat. Egyik az egyik, másik a másik faluba. Az asszony arra tudott ügyelni, hogy a furúja nála maradjon. Bánatában mindegyre furujázgatott. Történt, hogy mind a ketten, az asszony is, az ura is a hegyek felé terelgette a juhait. És ahogy terelgették a juhokat, az asszony nekifogott furujálni. És a furúja megint fújta. Gyere, rózsám, gyere már, na-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 na, mert a szívem téged vár. Meghallotta az ember ezt a furujázást. Szent Isten, édes jó Istenem, ezt fújta a feleségem is. Éppen így fújta a furujával, amikor engem kihívott a tóból, mikor én kiszabadultam. Merre lehet, merre lehet? Ment a hegy irányába. Átment a hegyen, s mit látott? Egy csomó juhot, s mellette egy asszony bakulárt. Ment hamar az asszony felé, mikor odaérkezett, megismerte. Hát hogy lehet, kedves feleségem, hogy te itt vagy? Hát hogy lehet, kedves férjem, hogy te is itt vagy. Én a túlsó faluban pakulár vagyok. Én meg itt. Ide sodort a víz. Engem meg oda. Összeölelgetőztek, összecsókolóztak. A nyájakat egybecsapták, és úgy ügyeltek ezután reája. Aztán éltek nagy boldogan, még most is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége. Thank you.